Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt a péntek, és ismét jelentkezünk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb történésével foglalkozunk. Először is nézzük meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Kisvárdán ünnepelte az NBA egybe jutást a Nyíregyháza Spartakusz. Május utolsó szombatján rendezik a 4. Michelin Bringa Fesztivált. A bronzpártra az első meccsén kiütötte a tatabányát az NFS-ein KS. Junior és ifjúsági országos röplabda döntőt rendeznek Nyíregyházán. A Kisvárda elleni sikerrel zárták a szezont a Kölcsei kézilabdázói. 6 megyebeli futballista szerepelt az olasz túrán a régiós amatőr válogatottban. Kisvárdán ünnepelte a feljutást a Nyíregyháza Spartakusz, miután Lucsánszky Tamás együttese a bajnokság 28. fordulójában 1-0-ra nyert vendégként. Gratulálunk a feljutáshoz, egyelőre még az a biztos, de bízunk benne, hogy a bajnoki cím is meg lesz. Nagyon meg kellett szenvedni azért a 3 pontért Kisvárdán, legalábbis kívülről úgy látszott. Így látszott belülről is, ez egy olyan mérkőzés volt, erre is számítottunk, ilyenkor természetes, hogy a lehető legjobbat kell elővenni egy csapatnak, hiába van a két csapat között nagy különbség. Azt gondolom, hogy a Várda az életért játszott, és nagyon nagyot futballozott le a kalappal előttük. De mi pedig mutattuk, hogy az egész éves teljesítményünk megérdemli a sikert, hiszen egy ilyen mérkőzésen tulajdonképpen kapott gól nélkül, végig koncentrálva és küzdve lehoztuk, és óriási dolognak tartom, hogy feljutott a csapat, hiszen tavaly nyáron álltunk össze és kezdtünk el dolgozni, így az egycsoportos NB2-t. Tulajdonképpen így, hogy feljutottunk belőle, de én nem szeretnék még a bajnoki címről lemondani természetesen, úgyhogy egyelőre még nincs vége. De gratulálni szeretnék tényleg a fiúknak ehhez a munkához és ehhez a teljesítményhez, és külön köszönetemet fejezném ki a klub dolgozóinak, a stáb tagjainak, név szerint ugye a Téglási Gábor, György Roland, Krizán Sándor, Nagy Attila orvos, Zákány László, Gyúró, Zajc Pista, úgyhogy mindenki tényleg azt gondolom egész évben azért dolgozott, hogy segítsen bennünket, és személyesen a Sándor Pista bácsinak, mert vele meg pedig volt egy fogadalmunk, hogy feljuttatunk egy csapatot közösen az NB1-be, és ez most sikerült. Egy olyan mérkőzés játszott a Szfariola Kisvárda, amely után egyáltalán nem kell szégyenkezni, viszont ezért nem adnak pontot. Én is úgy gondolom, nem kell szégyenkeznünk, viszont ez már egy kicsit bosszantó. Én azt gondolom, hogy hasonlóan a tavalyi mérkőzéshez, most már létszámban egy kicsit többek voltunk, és ez meg is látszott a teljesítményünkön. Úgy gondolom, hogy úgy éreztem, mi mutattuk be a futballt, és sajnos megint vereséget szenvedtünk. Gyakorlatilag a folyamatosan visszerélő problémám, amióta a védelmem még nem stabil, ez a Molnár gyerek ezt kivégzett. Már most ezt őszintén elmondhatom, minden mérkőzésen sajnos. Már most úgy látom, az ellenfelek is játszanak rá. Hát ez ilyen kényszerhelyzet. Ugyanakkor el kell ismernem, hogy a Nyíregyháza a szezon során nem érdemtelenül vezette végig a bajnokságot. Bővebb a kerete, talán néhány jobb játékosa is van, elsősorban a kapuban és a védelemben, a többi játékosa az azt gondolom a miénkkel azonos szintű. Viszont a nagyobb lehetőségek, a nagyobb merítési lehetőségek, amikor egy-két poszton nálunk sérülés volt, az ő keretükben azonos képességű játékosok voltak, és ez meglátszott a sor. Gratulálok nekik, én örülök neki, hogy feljutottak az NBA-be. Sajnos most ez egy kicsit keserű szájízű ez a mérkőzés, mert egy megyebeli csapatot nem segítettek ahhoz, hogy esetleg bennmaradjon, és hát a szurkolók természetesen elégedetlenek, de hát most van igazuk, nincs igazuk, hát ez most más kérdés, természetesen arra gondolok, hogy a mi riválisainkkal szemben, a Sopronnal, a többek között a Cegléddel, a Nyíregyháza az igazából nem tudott nekünk segíteni, mert folyamatosan pontokat veszített, a mi tőlünk pedig a megyéből 6 pontot vitt el, és ez egy kicsit bosszantja őket. Ennek ellenére én bízom benne, hogy még a következő fordulókban a Cegléd nem lép meg, mert ez az együttes a miénk egyébként. Én úgy gondolom, hogyha néhány játékosabb bővön a keret, méltó lenne az NB2-re, mert a játékban, illetve a hangulatát tekintve az NB2-ben nem sok jobb csapat van tőlünk. Május utolsó szombatján ismét a kerékpáros ökérhez Nyíregyháza, akkor rendezik meg ugyanis a 4. Michelin Bringa Fesztivált. Május 31-én 4. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Michelin Bringa Fesztivált. Milyenek az első 3 rendezvény tapasztalatai? Nagyon jók, azt gondolom, amit szerettünk volna rendezvényre sikerült elérnünk, megmozgattunk nagyon sok embert mind a 3 alkalommal. Évente olyan 2000 részvevő volt, aki megjelent itt a Kossuth téren és benevezett valamelyik programunkra. Hogy fog kinézni a jövő szombati rendezvény felépítése? Kicsit úgy, mint az előző 3, ami jól működik, azon nem érdemes változtatni. Reggel kezdünk egy junior bike-kal, ami a legkisebbeknek szól, 14 éves korig lehet nevezni, zárt pályán gyerekek biciklizhetnek egy jót. Utána lesz a tokai rallitávunk, ami 65 km oda-vissza, ez délután fog indulni majd a menet.
szintén délután lesz a vidám kerekezés, amikor családok biztonságos körülmények között ki tudnak Sóstóig biciklizni és vissza tudnak jönni. Emellett lesznek kísérőprogramok, lesz egy BMX bemutató, itt lesznek a szombathelyi kötélugrók, lesz a Palenta Együttes a gyerekeknek, este pedig a Pazó fog majd zenélni. Akik eddig részt vettek az eddigi Bringa fesztiválokon, azok láthatták, hogy flottul vagy minden, de mégis mekkora szervező munkát igényel egy ilyen rendezvény lebonyolítása, hiszen egész napos programról van szó, így gyakorlatilag az egész belváros plusz ugye Tokaj, Sóstó igénybe veszi a program. Az elég komoly előkészítő munkát igényel, ezzel dolgozunk már hetek, sőt majdnem hónapok óta a külső partnerekkel, utána pedig elég sok embert megmozgatunk belülről a cégen belül és cégen kívül is, akik egész nap azon dolgoznak, hogy minden flottul menjen, ahogy ez el is hangzott, igen. Akik már részt vettek ezen a rendezvényen, tudják, hogyan kell regisztrálni, de akik most akarnak először indulni, milyen honlapot keresenek fel, vagy esetleg még a helyszínen is tudnak jelentkezni. Lehet regisztrálni a helyszínen is természetesen, de azt szeretnék, hogy minél többen regisztrálnának online a www.michelinbringafesztivál.hu oldalon, ahol nagyon egyszerűen be lehet jelentkezni. És hát eddig az volt a gyakorlat, hogy aki itt volt, legkisebbek nem távoztak sisak nélkül, ajándék nélkül, így lesz ez most is. Ez most is így lesz természetesen, igen. Mennyi részvevőt várnak a mostani rendezvényre? Tavaly esett az esély, így voltunk 2000-en, most nagyon jó idő lesz szombaton, reméljük, hogy 2000 fölött lesz jóval a részvevőknek a száma. Hogy kalkulálnak azok, akik részt kívánnak venni a rendezvényen, hányra jöjjenek és meddig tart a program? Ez attól függ, hogy mi szeretnének részt venni, Junior Bike már indulni fog 8 óra körül, maga az egész programnak az árás pedig 5 óra körül lesz majd, a futamoktól függően, kinek mikor érdemes jönnie, de ez a honlap akkor minden kiderül. Megnyerte az amatőr női kosárlabda NB1 bronzpárharcának első meccsét az NFS NKS, miután Farkasinszky Gyuláné tanítványai 114-79-re verték a Tatabányát. Nagyon magabiztos győzelemmel kezdte a Tatabány elleni bronzpárharcot az NFS NKS együttese. Olyan egyszerű volt a mérkőzés, mint amit az eredmény mutat? Nem, azért természetesen nem volt ez ilyen egyszerű. Főleg úgy, hogy ugye az első 5 pontot azt a Tatabány dobta. Tehát itt a kispadnál álltunk és néztünk, hogy úristen, hogy ez így megy tovább, mi lesz ebből. De utána a lányok az egy más fokozatra kapcsoltak, kicsikét pontosabban kosárlabdáztunk. A védekezésünk is, amit egész héten gyakoroltunk, az úgy működött, ahogy működni kellett. Tehát az első negyed után már igencsak tekintélyes volt az előnyit, mert csak az volt a kérdés, hogy vagy mi fogunk egy kicsikét beleszürkülni a mérkőzésbe, vagy a Tatabány újult erőre kap, és innen megtesz azért, hogy ő nyer meg ezt a mérkőzést. Ez így is történt, mert ugye a második negyedben már 8 pont volt csak a két csapat közti különbség, akkor egy icike-picikét muszáj volt időt kérnem, és valami szinten rendezni a sorainkat. Így egy aránylag megnyújtott előnye 11 ponttal indultunk neki a második fél időnek. A vége pedig 114 pont lett. A 114 pontot nem túl gyakran dob egy kosárlabda csapat, ha jól tudom, nektek nem sikerült még. A legtöbb pontot ezen a mérkőzésen dobtuk, a 114-et. Dobtunk már ebben a szezonban 100 pont fölött, 5 mérkőzésen is. Hát ez a végére már ez egy ilyen adókapok mérkőzés volt. Tehát ha mi dobtunk 2 pontot, akkor dobott a Tatabány és 2 pontot. A végére azért mind a két csapat inkább már azokat a játékosaikat játszotta, aki kevesebbet jutottak eddig, szóval, vagy kevesebb játék lehetőséget kaptak. Mi is megpróbáltunk tényleg mindenkit a pályán tartani. Ez én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó hírvelése volt a kosárlabdának. Tehát akik kilátogattak, azok egy élvezetes jó kosárlabdát láttak. A közönség élvezte, tehát itt a végén már akár, amikor kosárlabdatok, koréztak. A végén mindenki odajött, mindenki gratulált, tehát mindenki mosolyogva hagyta el a játékteret. De én azt hiszem, ez mindennek a megkoronázása volt ez a mérkőzés. Tehát ugye felszabadultak azok az indulatok, azok a stressz, ami ugye a lányokban benne volt, ugye mégis csak érettségiztek, tehát az írásbeliket most tudták le, ugye a főiskolások is azért zárt helyeken vannak túl, szakdolgozatokat adtak be játékosaink, tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan öröm kosárlabda volt, ami mindenkinek az örömére szolgált. Az igazi megkoronázás viszont az lenne, ha sikerülne Tatabányán is nyerni a hétvégén, és meg lenne a bronzérem a tavalyi negyedik hely után, milyen esélyt látsz erre? Mindenféleképpen úgy megyünk oda, hogy mi Tatabányán mérkőzést szeretnénk nyerni, de nem szeretnénk már tovább húzni ezt a párharcot. Eddig Tatabányán is tudtuk venni ezt a Tatabányát, tehát reméljük ez most is így lesz, a héten ugyanúgy a Tatabány ellen készülünk, tehát semmi másra nem koncentrálunk, most azokat a hiányosságokat, hibákat, amik ugye előfordultak, tehát hogy például ezt a 2-3 zónát, ezt elég nehezen tudtuk megoldani a játék elején, aztán a későbbiekben ezzel sem volt gond, de egyértelműen csak ezekre a feladatokra fogunk koncentrálni, csak azt fogjuk megoldani minden tekintetben és minden esetben, hogy azokat az egy-egyeket, azokat a kettő-kettőket, amiben most hibáztunk, azok még inkább működjenek, és akkor szerintem Tatabányán se lehet gond és probléma.
Péntektől vasárnapig Nyíregyházad otthon a röplabdázó junior lányok és ifjúsági fiúk országos döntőjének, a Bemben, a Vasváriban és a Bújtosi csarnokban 6-6 csapat mérő összetudását. A röplabda szövetség ugye úgy döntött tavaly, hogy Nyíregyháza régiós központ és zászlós hajóprogramot valósít meg a Nyíregyháza, illetve ezzel együtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a magyar röplabdázásban, és azt gondolom, hogy nem engedhetjük magunknak, hogy olyan játékosoknál, akik felnőtt bajnokságban játszanak egyébként, mint férfi, mint pedig női vagy fiú és lányvonalon, osztott pályákon rendezzük meg a tornát. Más városok így tesznek, de én azt hiszem, hogy be kell bizonyítani ezzel is, hogy Nyíregyháza azért odafigyel a részletekre is. Úgyhogy a két bázisiskolánkban, a Vasváriban és a Bemben lesz a csoportmérkőzések, a döntők pedig itt a Buszacsában. Az is egy nagy dolog, én azt gondolom, hogy azért a játékosok között jó néhány válogatott, tehát felnőtt válogatott játékos lesz, nyilván utánpótláskorú válogatottnak pedig a tömkelege. És az is egy fontos dolog, hogy Nyíregyháza ismét döntőbe jutott a női vonalon. Ez azért jelzi, hogy nagyon komoly vertikuma van az utánpótlásnak a városban, és meg is teszünk mindent azért, hogy itt is eredményesen szerepeljünk. Nekünk is, a csapatunk az ugye elsősorban már a felnőtt csapatra épül egyébként, de hát az ellenfeleké is. A Nyírsúlynak és a Buszacsának a szervezőgárdai teljes egészében beleállt a szervezésbe, azért jó néhány olyan rendezvény van már mögöttünk, ami bizonyítja, hogy sikeres rendezvényeket tudunk megtartani, és még egy apróság, az utolsó torna jellegű program a régi Buszacsában, a több mint 25 éves Buszacsában, ugye még egy magyar-román kézilabda mérkőzés lesz, de a torna az utolsó ez, és én már arra készülök, hogy az új Buszacsában majd jövő tavasszal már, mondjuk a röplabdáról beszélünk, akkor egy felnőtt válogatott mérkőzést tudjunk Nyíregyházára hozni, még egyszer van az új Buszacsában, úgyhogy egy junior tornával zárunk, ami röplabdát illeti a régi Buszacsában, és reményeim szerint egy felnőtt válogatott meccsel kezdünk majd már az új Buszacsában. Ez is talán érdekesség. Milyen esélyekkel, milyen reményekkel várjátok a döntőt? Nagyon izgatottak vagyunk, és nagyon komoly felkészülés van mögöttünk. Utolsó körbe jutottunk be az országos döntőbe, de én ettől függetlenül, vagyis mi ettől függetlenül a négy közé várjuk a csapatot. Ugye 6 csapat verseng, 2-3 csoportban kik az ellenfelek és milyenek az esélyek? B csoportba kerültünk a Vasas és a Kaposvár csapata mögött, illetve az A csoportba a Békés Csaba, a TF Kára és a UTE csapatai kerültek. Én úgy gondolom, hogy nagyon erős ez a mezőny, a legjobb 6 csapat került be az országos döntőbe. Nekünk a csoport meccsen szerintem Kaposvár csapatát kellene legyőznünk, hogy csoportmásodikok legyünk, és így a keresztjátékba az A csoport harmadik vélhetően a leggyengébb csapatával kerülünk össze, és ezáltal be tudjuk magunkat verekedni a négy közé, és a négy között ott már éremért tudunk játszani. Az elődöntőbe azt gondolom, hogy az lesz a legnehezebb, hiszen mind a Békés Csaba, mind a TF-et vesszük, nagyon erős játékosokkal érkeznek, de bízunk benne, hogy a lányok elhiszik, és jó meccset fogunk tudni játszani. Én úgy gondolom, hogy ha legrosszabb esetben a tavalyi negyedik helyezésünket ismételjük meg, akkor már mindenféleképpen elértük a célunkat, hiszen a sérülések miatt most én úgy érzem, hogy gyengébbek vagyunk, mint tavaly voltunk. Elcsünk szólt a sérültől, ugye Roma Flóra hiányzik, ez biztos nagy érvágás csapat számára. Flóra ugye a felnőtt csapatnak is meghatározó játékosa. Neki egy boka sérülése volt az egyik edzésen, az utolsó bajnoki mérkőzésen is már csak liberóként játszhatott, és azóta is húzódik ez a sérülése. És így nem tudott részt venni a felkészülésen, és nem is kockáztatjuk már így a játékot, hiszen jövőre ugyanolyan meghatározó szerepe lesz a felnőtt csapatnak. Tehát ő mindenféleképpen kiesés és nagy kiesés, illetve Hesberger Anna már dolgozik együtt a csapattal, tehát az elődöntőbe libero poszton kapott szerepet, tehát most is be fog öltözni, és biztos, hogy pályára is fog lépni, de ő se tud még teljes értékű ütőmozdulatot, hiszen neki a válla sérült, de bízunk benne. Itt is inkább lemondunk arról, hogy pillanatnyi sikereket érjünk el, és utána nehézségeink legyenek a következő évre. A 8. helyen fejezte be a bajnokságot a Kölcsédiesi együttese, amely a zárófordulóban a Kisvárdát győzte le.
A Kisvárda elleni megyei rangadón alatt úgy győzelemmel zárt a bajnokságot a Kölcsi-IDS együttese. Kezdjük először ezzel a mérkőzéssel. Milyenre sikeredett a találkozó? Várakozáson felül nagyszerűen szerepeltek a lányok. Egy nagyon erős Kisvárdával játszottunk, akik összességében harmadik helyen végeztek. Ez egyfajta rangadó is, egy megyei rangadó, tudva levő, hogy a Kölcsi és a Kisvárda szerepel az MB2-es észak-keleti csoportban, úgyhogy őszintén készült is mind a két csapat, és hát nagy örömömre nagyon jól játszottunk. Maradéktalanul megvalósította a csapat a taktikát, szuperül védekeztünk, úgyhogy 4 gólos győzelmünk azt hiszem, hogy megérdemelt. A 8. helyen zárta a szezont a Kölcsi, összességében mennyire felel ez meg a realitásnak? Én azt gondolom, hogy ez nem rossz. A tavalyi csapatunkból 4 kezdőjátékos távozott különböző okok miatt, és hozzáteszem, hogy tulajdonképpen az első 8 helyezett közül bárki bárkit megverhetett oda-vissza. Elég, ha példaként megemlítem, hogy mi megvertük a második helyezettet is, a harmadik helyezettet is, és hát a mögöttünk lévővel szemben 9 pont előnnyel zártunk a tabellán, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon szépen építkeztünk. Most nagyon sajnálom, hogy vége van a bajnokságnak, mert igazán most lendültünk formába. Az utolsó 4-5 meccsünk már maradéktalanul kifogástalanra sikeredett. Milyen minőségét képviseltek a csapatok, mondjuk ez a 8 csapat, amelyik a tabella első felében végzett? Én azt gondolom, hogy ez egy minőségi színvonal. Nagyon sok volt NB1-es játékos, magasabb osztályból visszajátszó játékos, kettős játékengedéllyel játszók is vannak. Nagyon sokan szerettek volna több csapat is felkerülni a magasabb osztályba. Példaként említem Balmazújvárost, ahol nagyon komoly erőfeszítéseket tettek a férfiaknál is az NB1-be jutásnál, női vonalon itt az NB1-be jutásért. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó erős mezőny, és így még értékesebb ez a helyezés. Ugye a Kölcsénél mindig felmerül szezon végén, tanév végén, hogy többen távoznak a csapattól, ezúttal így lesz? Természetesen a Kisvárda elleni rangadó előtt 3 játékosunkat nem mondanám, hogy búcsúztattuk, csak köszöntöttük, mert remélem, hogy közülük, ha nem is mindenki, de 1-2 ember vissza fog majd hozzánk járni, és játszani fog a felnőtt bajnokságban. Borovszki Babett, aki egyébként a Kulcsáranita emlékdíjat is kapta az iskolánkban, Budapesten tanul tovább, tehát rá is feltétlenül számítanék, mint ahogy Kruták Fannira is, és Drágár Dominika 8-osként ballagott el a csapatunkból, ő Debrecenben folytatja a tanulmányait és a pályafutását is, sok sikert kívánok neki, és remélem, hogy büszkék leszünk még egyszer, hogy Kölcseisként kezdett, és ő is büszke arra, hogy valamikor nálunk kezdte el a kézilabdát megismerni igazából. Említetted az építkezés szót, mi lett a következő lépcsőfok? Azt hiszem, most pihenünk egy picit, bár van még egy Szabolcs Kupa junior kézilabdatorna, aztán pihenésre tér a csapat, és majd nyári edzőtáborral jövő évi előkészületeket is megtesszük. Mindenképpen szeretnénk továbbra is az MB2-ben szerepelni, ez önmagában is nagy szó, mert 24 éve vagyunk már itt a felnőtt bajnokságban, és hát többször elhangzott, de megerősítem, hogy továbbra is rendkívüli a magyar világhírű kézilabda sporták történetében. Rajtunk kívül most sincs ilyen diákcsapat, úgyhogy szeretnénk ezt a szép hagyományt tovább életben tartani. Nem csak a csapat érte a sikereket, te ismét kaptál egy személyes elismerést, Nyíregyháza város sportjáért a Kovács Bicsök díjjal ismerték el az eddigi munkádat. Igen, és nagyon meg is lepődtem egyrészt, másrészt meg nagyon örültem neki, mert ha az embert a saját közvetlen környezetében a szakma elismeri, és ez úgy gondolom egy kimondott szakmai elismerés, akkor arra büszke kell, hogy legyen, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy egyrészt a Kölcsi gimnáziumban folyó munkámat elismerték, másrészt a kézilabdasportákban, illetve a diásport vezetésben, városi és megyei diásport tevékenységemet is elismerték. És hát egyúttal az első gondolatomhoz visszatérnék, a Kölcsi Ferenc gimnáziumban folyó nagyszerű sportmunkát is elismerték, mert döntő részben azért én itt tevékenykedek, úgyhogy nagyon jó érzés volt, egyfajta megerősítés annak, hogy jó az irány és érdemes ezen tovább haladni. Olaszországban járt az észak-kelet-magyarországi amatőr ifjúsági labdarúgó válogatott, amelyben 2 edző és 6 játékos képviselte a megyei színeket. Ez a válogatott úgy jött létre, hogy az észak-kelet-magyarország 5 megyéjéből, tehát Hajdú-Borsod, Heves-Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből egy-egy válogatottat összehoztunk az edzők javaslatai alapján, egy ilyen 20 fős keretet, ez ugye 100 gyermeket jelent. Nekik volt Tiszaújvárosban egy úgynevezett kiválasztó torna, ahol az 5 megye játszott egymással, tehát mindenki mindenki ellen. Ott az 5 megyének a szakmai igazgatója, valamint az őket elkísérő edzők, tehát körülbelül egy olyan 15-20 fős szakmai stáb, ebből a 100 gyerekből 29-et kiválasztott, és abból a 29
400 gyermeknek volt még egy összetartása, szintén Tiszaújvárosban. Ott ezt a 29 fős keretet az edzői stáb, Kőris Károly, valamint Péter Tibor leszűkítették 20 főre, és ennek a 20 főnek volt még egy edzése, valamint egy edzőmérkőzése, és így ez a 20 fő képviselte Magyarországot Olaszországban, Perugiában. Körülbelül úgy jött ki, hogy minden megyében hasonló létszámmal képviselték magukat, tehát 3-an, 4-en, 5-en, a legtöbben tőlünk Szabolcsból voltak 6 gyermek, utána pedig Nógrád megyéből 5 gyerek képviselte megyéjét. Hány éves korosztályról van szó? 1996 és 97-ben született gyerekekről van szó, tehát ilyen 17-18 éves korosztályról. Mit kell tudni a tornáról, hogyan kaptatok meghívásra? Ezt a tornát már 2001 óta megszervezi az Olasz Amatőr Liga. Az első években még csak a saját maguknak szervezték meg, ilyen régióknak, úgymond ilyen megyéknek. Aztán 5 évvel ezelőtt mondták azt, hogy nyitnak a világ felé, és 9 csapatos tornát, nemzetközi tornát szerveznek, méghozzá 3 földrészről. Tehát meghívnak egy csapatot Afrikából, egyet Dél-Amerikából, és a többi csapatot pedig Európából. Magyarország először kapott meghívást most 2014-ben, és a Magyar Labdarúgó Szövetségnél a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgató dr. Barci Róbert, valamint a Heves megyei igazgató nagyon szerettem volna, hogyha részt vennénk ezen a tornán, hogy azt mondták, hogy ilyen meghívást kap egy ország, akkor azt nem illik visszautasítani, és végül így jött létre, hogy nem országos, de ilyen régiós szinten igenis képviseltük a hazánkat. Milyen színvonalú, milyen szervezettségű volt a torna? A torna szervezettsége azért hagyott kívánni valót maga után, tehát gondolom sokan hallották meg, akik jártak is Olaszországban, azon nem kell elmondani a déli mentalitást, tehát hogy azért nem minden napra kész, nem minden percre pontos, tehát gondolok itt arra, hogy meg volt hirdetve egy technikai értekezet, és több mint egy órás késéssel kezdődött el. Aztán a 18 embert, ugye minden csapatból 2 ember mehetett el erre a technikai értekezetbe, betettek egy ilyen 250 fős terembe, tehát azért a szervezettség úgymond hagyott maga után kívánni valót, de nagyon jó színvonalú torna volt. A csapatok azok, a többi csapat azért már évek óta részt vesz ezen, erre készülnek hónapok óta, ott inkább országos válogatottak voltak, tehát tényleg ők már tudták több hónappal ezelőtt, hogy meghívást kaptak erre fel tudtak készülni. Minden egyes szövetség, így a miénk, a Magyar Labdarúgó Szövetség is egyenszerelés biztosított a gyerekeknek, nagyon jól néztek ki a gyerekek, tehát most gondoltunk, hogy egy bulgár, egy török, román csapatra ugyanilyen egyenszerelésbe érkeztek. Aztán a mérkőzések előtt a himnuszt eljátszották a csapatoknak, szerintem ez egy óriási élmény nekünk is, a stáb tagjainak, hát még a gyerekeknek, ugye zászlóval, himnusszal, készfogással, tehát igazából minden meg volt, a körítés az fantasztikus volt. 5-6 osztályú olasz stadionokban játszhattunk. Perugiában volt a főhadiszállás, a mérkőzéseket azt egy olyan 15-20 kilométeres körzetben játszottuk Perugia körül, és minden egyes stadionnál volt feretlelátó, hangosítás, villanyvilágítás, tehát pazar volt a körülmény. Hogyan szerepelt a csapat? A szereplés sajnos nem sikerült olyan jól, bár tudtuk azt, hogy erős csapatok ellen játszunk, és ahogy említettem, mi csak régiósok vagyunk, és megyei első, másodosztály, ifjúság, illetve felnőtt bajnokságban szereplő gyerekeket vittünk el. Így csak egy csapatot sikerült megelőznünk. Sajnos a sorsolásnál nem volt szerencsénk, hiszen a két legerősebb csapatot kaptuk, a házigazda Olaszországot, valamint a román válogatottat. Azt a román válogatottat, amely egyébként meg is nyerte a tornát, a törököket verték a döntőbe 2-1-re, és a románok pedig úgy vették, hogy egy picit komolyabban vették, ugyanis ők olyan játékosokat hoztak el, akik labdarúgó akadémiákon futballoznak, tehát a Steaua Bukarest, Rapid Bukarest, a Wolverhampton Wanderersből volt labdarúgó, sőt a Honvéd Akadémiáról, a Magyar Futball Akadémiáról is volt 3 román játékos, ugyanis ők azt mondták, hogy ők is amatőrök, mert nincs profi szerződésük. Szerencsére azért a többi csapat ugyanúgy vette, hogy az Olasz Amatőr Liga kérte, tehát az olaszoknál is negyed osztályú játékosok voltak, a bulgárokkal egy szállásban voltunk, szintén negyed osztályú játékosok voltak. Úgyhogy én azt mondom, hogy a 4 mérkőzésből csak egyet sikerült megnyerni, az Umbria tartományt tudtuk megverni a 7.-9. helyért, de a 4 mérkőzésből igazából egyetlen egyen nem tudunk elszámolni, hogy Panamától kikaptunk 2-0-ra. Sajnos jobbak voltunk, sokkal jobbak voltunk, de egy tipikus magyar betegség, kihagytuk a helyzeteket, és a végén nem koncentráltunk, és hát kikaptunk. A mérkőzések mellett jutott egy pici szétnézze a környéken. Egy szabad napunk volt, egy szabad délutánunk volt, mert azon a szabad napon délelőtt edzettünk, Assisibe sikerült eljutnunk. Az Perugiától egy ilyen 25 km-re lévő város, gyönyörű város, ott tölthettük a csütörtök délutánunkat, óriási élmény volt, nyugodtan mondhatom, úgyhogy tényleg nagyon pazar volt. Lesz-e folytatás ennek a kezdeményezésnek? Nagyon bízunk benne. Tehát én azt tudom mondani, hogy amit ezek a gyerekek, tehát egy hétig úgy érezték, hogy ők magyar válogatottak. Tehát gondolok itt, ahogy említettem, az egyenszerelésre, gondolok itt a himnuszra, gondolok itt az ellátásra, 4 csillagos szállodában voltunk, tehát az étkeztetés pazar volt. Olaszországon belül az olaszok biztosítottak egy saját autóbusz nekünk. Magyarország és Olaszország közt a magyar A válogatott autóbuszával tettük meg az utat, tehát ott azon a buszon utaztunk, ahol a Zsuzsák Balázs, Szalai Ádám, a többi, tehát óriási élmény volt a gyerekeknek. Én azt hiszem, hogy ezeknek a gyerekeknek sikerült egy örök élményt szerezni, és megérdemelni a többi magyar gyermek is, hogy 1-2 vagy 3 év múlva ugyanilyen élményben legyen része. Úgyhogy bízok benne, hogy az olaszok is meg fognak minket hívni a közeljövőben, és a Magyar Labdarúgó Szövetség is fog élni a meghívással. Egyre szebb sikereket értek el az NVSC tőr és párbajtű vívói, akik már a nemzetközi porondon is letették névjegyüket.
Ebben az évben körülbelül 10 versenyen vettünk részt, mind hazai és nemzetközi versenyen is most szerencsére. A hazai versenyrendszerbe Törpici, Bambi, sőt már a Csibénél is tartunk, és gyerekkorosztályban jelenünk meg főképpen. Kezdeném a legaljáról. A csíbe korosztályból azok a gyerekek vesznek részt ezeken a versenyeken, akik szinte most kezdtek el vívni, és azért hozták ezt létre, hogy az, akik egész kezdők is, ugye ott még ők még nincsenek tisztában sok dologgal, de akkor hasonló környezetben hasonló gyerekeket tudjanak vívni. A Törpici és Bambi korosztályban vannak azok a gyerekek, akik már régebb óta versenyeznek, és ezeknek meg komolyabb érmeik vannak. Tehát ezt mondhatnánk ezt a Madura Mátéról, vagy a Parádi Botontról, aki már a gyerekkorosztályban versenyez. Na most azt tudnám ezeknek a versenyekről elmondani, hogy az eredmények igen szépek, ugyanis a Törpicibe és a Bambi, de főképpen a Bambi korosztályba már több korosztályos versenyt is nyert a Máté. Most a legutóbb például, amin voltunk, a múlt héten például Veszprémbe, ott meg a gyermekkategóriában a Parádi Botont megnyerte utánpótlásos korosztályos versenyt. Na most a Bambi korosztályba is, azon kívül, hogy több ilyen eredményben várjuk, hogy a többiek is felzárkózzanak. Ugyanakkor részt vettünk Zágrába is versenyen, ahol mind a ketten, tehát a két említett gyermek öt harmadik helyezést ért el be a nemzetközi mezőnybe, és a Madura Máté kint szerepelt Malmöben is, ugyancsak egy korosztályos megmérettetésen, ahol hatodik helyezést ért el. Fontos, hogy nemzetközi versenyeken is megmérettessenek? Ilyenkor tapasztalatokat lehet szerezni, össze lehet mérni, hogy mondjuk hol tartanak a külföldi vívókhoz képest? Igen, nagyon fontos az, hogy kintre is kijussunk, habár mondjuk ez mindig egy kicsit nehézkes probléma, mert az anyagiak nem ugyanazok, mint a hazai versenyrendszerbe való elinduláshoz, de ehhez nagyon sok szülői segítség és támogatás kell. Na most ez azért is fontos, tényleg így van, mert ugyanis a hazai versenyrendszerben tulajdonképpen, hát azt tudnám mondani, hogy azért zömében ugyanazok a versenyzők vannak, de szerintem ez más sportákban is hasonlóan van, és azért az itthoni megmérettetésben, mikor már mindig bejut valaki egy döntőbe, ugyanott van, vagy akármi, tehát akkor az nem árt, hogyha a külföldi versenyeken is részt tud venni, mert azért ott teljesen más stílusban, más környezetben is ott is kell. Előbb-utóbb az a jövő, tehát hogyha itt a hazaiba eljut valameddig, akkor esetleg kint is szerepeljen. Nagyon népszerű lett a vívás a városban. Hány gyerekkel foglalkoztok most? Mi 20 fővel foglalkozunk, ugyanis két részre van a vívás, ugye, mert ez a tör és a párbajtőrszakág is, van a kartszakágunk is, ami most már ugye elindult az is, ők egy másik helyszínen vannak. Mi ebbe a kis terembe, itt az NVSC pályán van a termünk, ebbe hát ez a 20 fő is sokszor soknak bizonyul, ugyanis mert 5 pástunk van, de az 5 pástól nem lehet vívni a helyszüke miatt. Tehát, hogyha 4 ember vív, az 4x2-8, a többieknek sokszor ülni kell, mert egyszerűen nem férünk el. Meg lehet tartani ezeket a fiatalokat a vívásnak később is, hiszen ők még nagyon fiatalok. Hát jó kérdés. Ez egy örök problémája szerintem a legtöbb sportnak, de a vívásnak különösen. Ugye nem egy olyan népszerű és látvány sportág, mint mondhatnám például labdajátékot. Ezért is van zömébe, úgy tudunk gyereket toborozni, és akkor szoktak jönni, mikor van egy olimpia. Amikor ugye a médiában hatványozottan szerepe van ennek a sportágnak, ilyen merten közvetítik a mérkőzéseket, majd mondhatnám a szókat tulajdonképpen, és akkor szoktak zömébe jelentkezni. Na most ezek a gyerekek olyanok, hogy a vívásnak az előbb folyamata, az előkészítő folyamata egy lassúbb, egy monotonabb. Hát aki ezt átél és kibír és megmarad amellett, mikor már jön a jobb része, hogy fegyvert kap a kezébe, próbál dolgozni vele, akkor inkább megmarad. Tehát ezt az átmeni időszakot, hogyha kibírják, akkor megmaradnak a gyerekek. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.